Sziasztok! A mai egy rendhagyó videó lesz, ugyanis elhoztunk nektek egy feladványt, melyet ha sikeresen meg tudtok oldani, akkor elmondhatjátok magatokról, hogy igazi kódfejtők vagytok. Na de ne szaladjunk ennyire előre. E heti témánk a titkosírás, szaknyelven kriptográfia, amely lehetővé teszi, hogy egy bizonyos üzenetet oly formában juttasson el egyik fél a másiknak, hogy azt rajtuk kívül senki se tudja értelmezni. Nyomjatok egy lájkot, ha a suliban ti is fejlesztettetek már ki saját titkosírást, hogy üzeneteitek rejtve maradjanak tanáraitok, esetleg diáktársaitok előtt. A következő pár percben bemutatunk nektek pár jelentős rejtjelet a titkosírás történetéből, mivel hiszitek vagy sem, már az ókori Rómában is alkalmaztak bizonyos titkosítási eljárásokat. Ahogy a videó elején említettük, készítettünk nektek egy feladványt, ehhez adnánk most némi útbaigazítást. A következő pár percben elrejtettünk nektek különböző számokat a videóban, ezért nagyon fontos, hogy nézzétek végig a videót, csak így tudjátok megfejteni a kódot. Az elrejtett számokat írjátok fel megjelenésük sorrendjében, így a videó végére egy számsort fogtok kapni. A videó végén lesz egy táblázat, melyet ha sikeresen dekódoltok, elnyeritek a kódfejtő titulust. Végül, de nem utolsó sorban azt javasoljuk, hogy a videó végéig ne nézzétek meg a komment szekciót, mert lehet, hogy amikor a videót nézitek, más már megfejtette a kódot. Na de ne is húzzuk tovább a szót, vágjunk bele! Cézár rejtjel. A Cézár kód az egyik legelterjedtebb, legegyszerűbb és legrégibb titkosítási módszer. Lássuk, hogyan működik. Ez a rejtjel nem tartalmaz számokat, csak betűket, melyhez elengedhetetlen az ABC ismerete. A lényege abban rejlik, hogy egy adott betűt az ABC-ben tőle három betűvel előrébb helyezkedő betűvel kell helyettesíteni. Ez így elsőre lehet bonyolultan hangzik, de ezzel az ábrával már könnyen értelmezhető. A magyar nyelv esetében az A betű a C-nek, az F pedig a H-nak felel meg. Nézzünk egy példát, tegyük fel, hogy titkosítani szeretnénk azt a szót, hogy baba. A B betűt D-vel, az A betűt pedig C-vel kell helyettesíteni. A baba szót tehát titkosítva úgy írjuk, hogy DCDC. Ha van kedvetek, írjatok kommentben ilyen titkosított üzeneteket, és próbáljátok a többiek írását is megfejteni. Ez a kód egyébként Julius Caesarról kapta a nevét, aki ennek segítségével kommunikált tábornokaival. Voynich kézirat. Nos, bátran kijelenthetjük, hogy ez a rejtjel már korán sem olyan egyszerű, mint a Caesar módszer. A kódot a mai napig nem fejtették meg, pedig már számtalan hivatásos kódfejtő megpróbálta. A Voynich kézirat nem más, mint egy ismeretlen szerző által, ismeretlen nyelven, ismeretlen írásjelekkel írt könyv, amely feltehetően a 15. századból származik. Nevét egy könyvkereskedőről kapta, akihez a mű a 20. század elején került, napjainkban azonban az amerikai Yale Egyetemen őrzik. Mivel szinte semmit nem tudni róla, egyre elterjedtebb az a nézet, mely szerint a szövegnek nincs értelme, csupán egy rossz tréfa az egész. Ha ez valóban így van, akkor elmondható, hogy az ismeretlen szerző minden idők egyik legnagyobb trollja, aki több évszázada okoz fejfájást a kódfejtőknek. Enigma. A végére tartogattuk a történelmi szempontból legérdekesebb kódoló berendezést, az Enigmát. Ezt a készüléket egy német mérnök fejlesztette ki még az első világháború végén, de döntő jelentősége a második világháborúban volt. A harmadik birodalom ezt a rejtjelet használta az egész háborúban, így üzentek egymásnak a tisztek, illetve így adták ki a támadási és minden egyéb parancsot. Abban a hitben voltak, hogy az Enigmát lehetetlen feltörni. Ezt okkal hihették. Hogy miért? A gépnek 159 millió-millió-millió lehetséges beállítása létezett. Ha 10 kódfejtő percenként egy beállítást ellenőrzött a nap 24 órájában, akkor mit gondoltok, hány napig tartana feltörni a kódot? Nos, itt nem napokról, hanem évekről van szó. 20 millió évről. Eddig tartana feltörni egy kódot, amelyet nagyjából 20 perc alatt kéne megfejteni, hogy sikeresen megakadályozzanak egy támadást. Ezzel a feladattal találta szemben magát Alan Turing, brit matematikus és kódfejtő társai. Megfejteni a kódot, melynek segítségével a britek felülkerekednek, a harmadik birodalom pedig elveszti a háborút.
Vajon sikerült nekik? Sikerült bizony. Ugyan évekbe tellett, de Alan Turing sikeresen kifejlesztett egy gépet, az úgynevezett Enigma gépet, melynek segítségével dekódolni tudták a németek üzeneteit. Miután sikerült az, amit korábban elképzelhetetlennek tartottak, és feltörték az Enigmát, a munkának még messze nem volt vége. Titokban kellett tartani a világ elől, hogy megfejtették a rejtjelet. Ennek hatalmas jelentősége volt. Gondoljunk csak bele. Ha a németek fülébe jutott volna, hogy feltörték a rendszerüket, akkor értelemszerűen nem használták volna tovább, így kárba veszett volna a kódfejtők több éves munkája. Ez a korántsem egyszerű feladat sikerrel járt, ugyanis egészen az 1970-es évekig teljes titokban maradt az egész. Csupán ekkor ismerte meg a világ Alan Turing nevét, aki sajnálatos módon másfél évtizeddel korábban, 1954-ben elhunyt. Ez az elképesztő eredmény becslések szerint 2 évvel rövidítette le a II. Világháborút Európában, mely így több millió ember életét mentette meg, és döntő hatással bírt a háború végkimenetelére, vagyis a németek bukására. Erről a hihetetlen történetről egyébként film is készült, nem is olyan régen, ez a Kódjátszma, mely Oscar-díjat is kapott. Mindenképp ajánljuk a figyelmetekbe, garantáljuk, hogy nem fogtok csalódni. Most, hogy végeztünk a rejtjelekkel, jöjjön az útmutató, amit ígértünk. Ha jó megfigyelők voltatok, akkor 7 számot találtatok a videóban. Ha felírtátok őket megjelenésük sorrendjében, akkor már csak annyi a dolgotok, hogy dekódoljátok a számsort. Ehhez készítettünk egy táblázatot, amit most láthattok. Kapcsoljátok össze a megfelelő számot a megfelelő betűvel, és megkapjátok az eredményt. Sikerült? Ha igen, akkor írjátok a videó alá a megfejtést, mi ezt a kommentetek szívezésével jutalmazzuk. Ezzel a videó végére értünk. Reméljük tetszett nektek, ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na, sziasztok!